A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. A Vásárhelyi Televízió dokumentumfilmet készített az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára. Az eheti kulturális magazinnak ez a fő témája. Köszöntöm a publikum nézőit. Az 56-os események felidézése után könnyedebb vizekre evezünk, jön Bíró Eszter és Állati Zenés ABC-je. Tartsanak velünk! A Nemzet gyásznapján, vagyis november 4-én mutatták be ünnepélyes keretek között az Amikor megszűnik a félelem című dokumentumfilmet. A Vásárhelyi Televízió alkotása a 24. órában készült el, és azért számít hiánypótlónak, mert emberi sorsokon keresztül lehet megismerni az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit. Ezt a témát igazából senki nem dolgozta föl teljes egészében? Az a három történelmi témájú könyv, ami született vásárhelyi eseményekről, azok lényegében pontos képet adnak, de mindegyik külön-külön szempontból vizsgálja ezt. Ugye van a Bálint Lászlónak az 1956 Hódmezővásárhelyen című könyve, ez egy tudományos igénnyel elkészült kronológiai sorrendben az eseményeket bemutató tényleg viszonylag nagy ismeretanyagot az olvasó elé táró mű. Van egy teljesen ellentétes szempontból kiinduló mű, Mágori Sándor és Varga Tóth Bálint, két olyan ember gondozásában jelent meg ez a könyv, akik maguk is szerepet vállaltak az 56-os események sodrában. Ők teljesen az ellentétes oldalról indultak, és szubjektív élettörténeteket, tulajdonképpen egy interjúkötetet hoztak létre, és hozzá a két végpont közötti alkotás, Csuma Lajos Elfelejtett Forradalom című könyve, ami még forrásműként szolgálta az én kutatásaimhoz, szubjektív, tehát hogy Csuma Lajos ugye vásárhelyi betlenes diák volt, és az ő élményei alapján rajzolódik ki a vásárhelyi eseményeknek a fonala, de tehát ugye egy szubjektív szempontból mutatja be tett tudományos megközelítéseket, illetve ihletettséget felvállalva. Tehát, hogy ő vállalta azt, hogy kikutatta azt, hogy kivel mi történt, nem csak a saját szűrőjén, nem csak a saját kis mikrovilágát próbálta az olvasó elé tárni, hanem általános összefüggésekre is próbált rámutatni, például a vásárhelyi szereplők Gyáni Imre, Vizi Béla sors történetét is igyekezett bemutatni, illetve az egyetlen halálos áldozat Gácsi Lászlónak a lelövésének a körülményeit is igyekezett feltárni. Tehát, hogy van három ilyen forrásmű, mindegyik önmagában véve valamilyen irány alapján próbálta bemutatni a vásárhelyi eseményeket, a mi dokumentumfilmünk, a Vásárhelyi Televízió dokumentumfilmje pedig ezeknek az erényeit próbálta ötvözni, tehát hogy szerette volna a szubjektív történeteket bemutatni, de nem azt mondom, hogy tudományos igényel, de egy globális és kitekintéseket tartalmazó világképet is próbált megfogalmazni. Az mennyire adta fel a leckét, hogy ugye az 50. évforduló után, most ugye itt vagyunk a 60-on, eltelt 10 év, és azért ezek az emberek most már idősek. Tehát, hogy mennyire volt őket nehéz mondjuk mozgósítani, és egyáltalán szóra bírni őket? Igen, hát ebből a szempontból a film egyik nagy kihívása tényleg az volt, hogy a 60. évforduló, ugye, hogyha egy emberöltőben gondolkodunk, ezek az emberek, akik az 56-os forradalomban fiatalok voltak, 10-20 évesek, ők ma már 60 évvel később 70-80, esetleg 90 évesek. Tehát azok a szereplők, akik még 10 évvel ezelőtt éltek, azok már vagy nem élnek, vagy pedig az egészségügyi állapotuk megromlott. Elég nagy kihívás jelent az, hogy 10 évvel fakóbb emlékeket kell már ugye előhívni az emberekből, nyilván nehezebb mozgósítani, nehezebb összeszervezni azt, hogy az interjúanyagok rendelkezésre álljanak. Viszont egy másik megközelítésből pedig könnyebbséget is jelent, mivel hogy az a történelmi távolság, és nem is elsősorban 56-hoz, hanem a rendszerváltozáshoz
köthető történelmi távolság már azokat a fékeket és gátakat lebontja nagyjából az emberekben, akik féltek erről beszélni korábban. Most már ez 27 éve eltelt ugye a rendszerváltozás óta, ez a gát már megszűnt. De ilyenkor az emlékezet nem fakul meg, vagy nincs ilyen félelem esetleg? Az emlékezet mindig változik, tehát ugye azért nem lehet elsősorban csak az interjú alanyokra és interjúkötetre támaszkodni 56 esetében, mert az emlékezet az minket is tud befolyásolni. Tehát máshogy tudunk emlékezni egy kellemes, máshogy egy kellemetlen emlékre. Ugye pszichoanalízis és a pszichológusok ezt már kikutatták réges-rég, hogy az ember agya, a memória úgy működik, hogy amit tulajdonképpen nem szívesen vállalunk, azt képesek vagyunk a tudatostól elzárni. Tehát a tudatalattamban lévő dolgok pedig nagyon nehezen előidézhetők, sőt, ezek ugye betegséghez is vezethetnek. Tehát nyilván az emlékezés az egy szubjektív torzulást tud csak megmutatni. Az emlékező az mindig az saját emlékeiből él, kollektív emlékezetet ugye nem tud elmondani. Viszont nekem meggyőződésem azok, hogy ezek a saját élettörténetek, a saját emlékezéstörténetek azok, amik élővé tudnak tenni egy olyan eseményt, amit már jó esetben mi is megtapasztaltunk, csak közvetítők útján, mondjuk egy tankönyv, egy újságcikk, vagy egy más televíziós feldolgozás útján. Ugye itt 80 percről beszélünk, ami viszonylag hosszúnak számít egy dokumentumfilm esetében. Lehet ezt tagolni, kisebb részekre, fejezetekre bontani? Igen. Nem csak lehet, hanem szerintem kell is tagolni. Nyilván a nézőnek a figyelmét meg kell ragadni. Nagyon elkalandozó emberek most már a mai társadalomnak a nézői, ez tudva lévő, illetve fel vagyunk készülve arra, hogy minél inkább megosszuk a figyelmünket. Ugye képi hanghatások, stb. Sorából áll össze egy film, és azt a kis 20-30 perces koncentrációs időtartamot, amit egy ember kényelmesen odafigyelve el tud tölteni, anélkül, hogy fárasztaná, ezt érdemes kihasználni, viszont egy új témára át irányítva ezt a koncentrációt feleleveníteni. Tehát nekem is szükséges volt, hogy tagoljuk ezt a filmet. Három nagy témaköré csoportosítottuk magát a játékidőt. Elsősorban a forradalmat, a kirobbanástól az események bemutatásáig próbálta meg ez a film megmutatni. És itt a módszertan ugye az volt, hogy a narrátor és az interjú alanyok közösen próbáltak egy történetvázlatot, vagy pedig egy cselekményszárat kibontani. Fontosnak tartottam azt, hogy a narrátort mindenképpen a szubjektív visszaemlékezések meg tudják tölteni, illetve egy történész, dr. Miklós Péter történésznek a segítségét is hívtam a filmhez, aki a narrátor, illetve a szubjektív visszaemlékezéseknek a, nem azt mondom, hogy zűrzavarából, de közös játékából a konklúziókra segített rá irányítani a figyelmet. Tehát az 56-os forradalom nagyjából így lett bemutatva, majd pedig ugye a forradalom, nekem meggyőződésem, hogy ahogy Krisztusról sem lehet, a passióról sem lehet a feltámadás nélkül beszélni, az 56-os forradalomról sem lehet az azt következő megtorlásokról és a rendszerváltás nélkül beszélni. Tehát, hogy az 56-os forradalmat, hogyha önmagában tekintjük, az egy olyan eszme által uralt történelmi jelenség, aminek a célja az volt, hogy az emberek szabadságvágyát kifejezésre juttassa. Nem feltétlenül harccal, bár mondjuk ez megvalósult, hanem elsősorban az embereknek az volt fontos, hogy a szabadság iránti vágyukért síkra szálljanak, kimondják, hogy nekik szükségük van erre, és megtegyenek mindent azért, hogy egy szabad világban éljenek. Na már most ez ugye csak 30 évvel később, bő 30 évvel később érkezett el Magyarországon. Tehát a filmnek a másik nagy tartóoszlopa az az időszak, ami a megtorlásokat és a rendszernek a pajzsán, vagy pedig az alapjain végigfutó repedéseket próbálta meg bemutatni, hogy arra az akcióra, amit az 56-os forradalomnak nevezhetünk, hogyan született egy reakció, amit a Kádár kormány létrehozott, és ennek a kettőnek az összeütközéséből, hogy jött létre a rendszerváltás. A harmadik nagy cselekményszál ebben a filmben pedig abszolút lokális téma, Hódmezővásárhelyi forradalmi események egyetlen halálos áldozatának a sorsát mutatja be, illetve azt a végzetes körülményt, azt a végzetes tüntetést, amin az a fegyver lövés eldördült, és a végén Gácsi László holtan. Vagyis hát először még csak súlyos lövéssel kórházba került, végül pedig sajnos holtan került ki onnan.
Ugye azt tudjuk, hogy Hódmezővásárhely abszolút élen járt a 56-os forradalmi eseményekbe. Mi volt egyébként a legfontosabb mozzanat, vagy a legfontosabb üzenet, amit a dokumentumfilmmel közvetíteni szerettél volna? Én úgy gondolom, hogy ha egy szóban kellene összefogni, akkor az összefogás. Tehát, hogyha össze szeretném foglalni a filmnek talán, de számomra az 56-os forradalomnak is a legfontosabb momentuma az egység és az összefogás. Tehát a visszaemlékezők is többen is elmondják, hogy számukra a legmegindítóbb az volt, hogy ebben az egy-két hétben az ország teljes lakossága összefogott, és nem azt nézte, hogy korábban hol, milyen oldalon állt, nehezebb vagy jobb sorból jött, ki vagy mi az apja, hanem azt, hogy mi, hogy ők ugyanazt szeretnék folyamatosan, méghozzá egy szabadabb és jobb életet. És ebben egyetértett lényegében mindenki, aki a forradalom oldalán vett részt a konfliktusban. És ez az akarategység, ez a jobbító szándék az, ami összekovácsolta az embereket. Szerintem ez lehet a filmnek az egyik fontos üzenete. Mellette szerintem vannak még kiemelendő kérdések, természetesen az, hogy mi vezet rá az embert arra. Egyáltalán tudja-e az ember az, hogy ő most történelmet ír? Mi vezet rá arra, hogy a komfortzónáját elhagyva, mindent kockára téve azt mondja, hogy egy elvont eszmért mondjuk a szabadságért, vagy csak a saját jobb életért síkra mer szállni, minden kockázatot vállalva? Illetve azok is kérdések, ami ennek az árnyoldalát mutatja meg, hogy mi vesz rá arra egy embert, hogy mindezt megakadályozza lehetőleg minden erejével. Hát ezek olyan kérdések, amiket, hogyha az ember figyel, és a filmbemutató után hazament, akkor még ezen lehetett gondolkodni. Tehát, hogy ennek gondolom ez is a célja, hogy ne záruljon le egy folyamat, hanem ott motoszkáljon még az emberben, és valamilyen úton, módon próbáljon választ adni ezekre. Igen. Én is úgy érzem, hogy a film elsősorban kérdéseket vet fel. Valamit megválaszol, de reményeim szerint nem mindet. Tehát, hogyha az ember utána még esetleg leül és átgondolja, hogy vajon miért sírja el 60 évvel később magát az egyik szereplő, vagy miért van az, hogy még mai napig mosolyal az arcukon tudnak beszélni arról, hogy ők hogy élték meg ezt az akarategységet, stb. Tehát, hogy a számomra az is fontos volt, hogy ezen mi is próbáljunk meg elgondolkodni, vagy a nézők természetesen. Tehát, hogyha minden kérdést megválaszol a film, akkor szerintem nem sikerült elérni a célját. Viszont, hogyha az emberben maradnak gondolatok, vagy gondolatmagvak, amik lehet, hogy nem is egyből utána, hanem csak később bontakoznak ki, akkor szerintem egy sikeres alkotásról lehet szó. A jövő nemzedéke számára ez abszolút kordokumentumként élhet ez a film? Én bízom benne már csak azért is, mivel, hogy ugye a budapesti eseményekről több mint negyedórás archív felvételeket lehet megnézni, és Hódmezővásárhelyről is vannak olyan archív felvételek, a Vásárhelyi Televízió archívumából kerültek elő, amik egyrészt olyan szereplőket hoznak elénk, akiket a történelemkönyvekről lehet, hogy ismerünk, és most láthatjuk őket mozgásban is, illetve hallhatjuk sok esetben a hangjukat is. És hát természetesen láthatunk egy olyan világot, amit a mai szemmel a mai fiatalok már el se tudnak képzelni, többek között én sem tudom elképzelni azt, hogy hogyan lehetséges az, hogy tulajdonképpen 12-13 évvel a II. Világháború lezárását egy teljes világégést követően újra vállalni merték azok a generációk, akiknek még közvetlen élettapasztalatuk a háború és az emberölés. Tehát, hogy újra belemertek menni egy ilyen konfliktusba, ez mai szemmel szerencsére már nem elképzelhető, vagy mai fejjel szerencsére már nem elképzelhető, viszont ez egy óriási kilátástalanság, vagy egy óriási szabadságtalanságnak az eredménye lehetett, hogy így kitörjenek ezek az emberek. Tehát én úgy gondolom, hogy a mai fiatalok számára is ez egy kordokumentumként szolgálhat. Ugye túl vagyunk a díszvetítésen, a bemutatón. Nagyon kíváncsi vagyok, ilyenkor mi minden munkál az emberben? Tehát, hogy sikerült ezt már lerakni, mert ugye hosszú heteken, hónapokon keresztül ezzel a történettel ír az ember, hogy ezt már sikerült lerakni, vagy még azért valamilyen szinten még mindig ott van, és olyan, mint az embernek a gyermeke? Nekem az elmúlt fél évem az lényegében már fél szemmel folyamatosan úgy telt, hogy a filmre gondoltam. Ugye a kutatásokat én már június-július magasságában elkezdtem, most november van, tehát fél évvel később futott ki maga a filmalkotási folyamat arra, hogy a bemutató elkészüljön, és
Hát a mai napig nem sikerült feldolgoznom azt, hogy a bemutató előtt 2 órával fejeztük be a vágást, tehát nagyon-nagyon utolsó percben készült el a film. Nagyon sok munkánk van benne, és ezért szeretnék is köszönetet mondani természetesen az alkotótársaknak. Szénási János vágót mindenképpen kiemelném, és az operatőröket, Szummer Tibort, Miklós Andrást, Zsoldos Balást és Hűvös Oszkárt is, valamint a tévének azon dolgozóit, akik egyéb munkával segítették a filmnek az elkészülését, mert azért azt kár lenne magamra vállalni annak a felelősségét, hogy ez az én filmem, ez egy közösségi alkotás mindenképpen, amiben az Emlékpontnak a történészei segítettek, a Csongrád megyei levéltár, a Németh László városi könyvtár, és természetesen a kollégák. De igen, tehát, hogy projekt gazdaként nekem az elmúlt fél éven benne van ebben a filmben, és hát az biztos, hogy majd a Vásárhelyi TV is be fogja mutatni. Örülök, hogy a díszbemutatón a szereplők nagy része például eljött, és hogy sokan itt voltak a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. Természetesen, aki erről lemaradt, az majd a Vásárhelyi Televízióban is megnézheti, és keresem a lehetőségeit annak, hogy esetleg egy szélesebb nézőközönség elé is kerüljön. Tehát, hogy a film elkészültével szerintem nem szűnik meg maga a filmért iránti gondoskodásnak a kötelessége, hanem még azért is fogok dolgozni, hogy a továbbiakban is minél nagyobb sikereket, vagy pedig minél szélesebb közönségeket elérhessen, mert szerintem azok az üzenetek, azok az emberi sorsok, amik belekerültek, azokat érdemes minél több embernek megismernie. Magyarország 1956. Játszva ismerkedhettek meg a vásárhelyi gyerekek az ABC-vel a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. Bíró Eszter és zenekara jött ugyanis Hódmezővásárhelyre, hogy az élő zene segítségével egy mesebirodalmat varázsoljon a közönségnek. A Családi Bérletnek ez volt az első produkciója. Na gyere! Sikeres színésznő és énekes miért dönt úgy, hogy kifejezetten szeretne a gyerekekhez is szólni? Az az igazság, hogy nem volt ez igazából olyan direkt, mint sokan gondolják. Tehát éveken keresztül, amikor már voltak gyerekeim, akkor mindig megkérdezték, hogy és nem szeretné a gyerekeknek énekelni, és mindig azt mondom, hogy hát én nagyon sokat éneklek a saját gyerekeimnek, de valahogy ez, hogy mondjam, belülről kell indulni, hogy én mit is szeretnék énekelni, miért, és főleg mi a tematikája az egésznek. És ezért úgy alakult, hogy amikor a kislányom óvodába ment, és elkezdték érdekelni a betűk, olyan 3-4 éves kora környékén, természetesen elkezdtem kutakodni, hogy találjak olyan matériát, amivel egy ilyen pici gyerek is már elkezdhet ismerkedni az ABC-vel, és nem találtam. Találtam olyan könyveket, mint például a Gőgös Gunár Gedeon, vagy az Ablak zsiráf, ami már nagyobbaknak szól, kisiskolásoknak, akik már tudnak esetleg olvasni, de ilyen piciknek nem volt. És igazából ez adta az ötletet, hogy csinálni egy olyan könyvet és lemezt, amin az állati zenés ABC-ben, ahol az összes betű, és 44 betű szerepel ezt 2 kötetben. Hát egy igazából nettó 2 év munkája volt, mire a Hegyi Gyuri valaki a szövegeket írta, és Földős Annyi valaki a zenéket, megalkottuk ezt a projektet. És hát igazából visszaigazolt minket nagyon-nagyon sok minden, hiszen azóta már egy-egy általános iskola alsó tagozatában használják a könyvünket, mint a tananyag színesítését. Óvodákban is nagyon sok helyen találkozom vele, és hát nagyon-nagyon sok reakció jön szülőktől, hogy mennyire jó, hogy amikor a gyerek iskolába megy, akkor már nagyon sok mindent tud az ABC-ről. És természetesen én nem akarok oktatni, én nem vagyok pedagógus, tehát ez távol álljon tőlem. Itt tényleg csak egy játékról, egy szórakozásról van szó, ugyanúgy, mint a koncerteken. Yeah!
Egyébként a recept, hogy ez ennyire bejött. Tehát mik azok az alkotó részek, hozzávalók, amelyek aztán megteremtették ezt a csodavilágot? Hát én első körben a szerzőket említeném, mert hogy a Hegyi Gyuri olyan szövegeket tudott írni, amelyek szerintem 30 év múlva is etalon szövegek lesznek. Tehát ami most Vörös Sándor, mondjuk az Hegyi Gyuri 30 év múlva, én azt mondom, hogy nem vagyunk szerintelenek. Tehát persze vannak olyan dolgok is a szövegekben, amik a mai gyerekhez szólnak. Tehát ami lehet, hogy 30 év múlva, amikor már így húzogatják a képernyőket, és így eldobják, akkor már ez egy ilyen furcsa lesz. De azt gondolom, hogy nagyon sok minden. Például a humora a verseknek, az értékrend, meg az, hogy hogyan kell egy gyerekhez szólni, szerintem ez mind benne van a szövegben. A másik része viszont ugye a Födős Anyi, aki viszont 17 éve játszik Halász Judit mögött, így hát pontosan tudja, hogy a gyerekek milyen ritmusban szeretnek táncolni, mit szeretnek üvölteni, mit szeretnek énekelni, és azt is nagyon jól tudja, miután az én párom, hogy én miket szeretek énekelni, és őnek is sikerült összehoznia velem együtt egy közös munka során egy olyan zenei világot, ami hozzám eszméletlen közel áll. Nem tudom megmondani, hogy milyen kategóriába sorolhatnánk, ezt szoktam mondani, világzene, mert az ugye abba bármi belefér, de tényleg a népzenétől kezdve a jazzen át, a bossa nova, a jazz, a reggae, tehát nagyon sokféle stílus megvan benne, és ez igazából szándékos is, hiszen azt szeretnénk, hogy a gyerekek ezekkel megismerkedjenek, és ne csak a tudsz, és esetleg egyértelmű legyen, hogy a mi zene, és a mi igazi zene, az élő hangszereken szólal meg, ez is nagyon fontos számomra. Hogyan kell a gyerekekhez szólni? Ez egy érdekes dolog szerintem most így a 21. században, amikor annyira gyorsan változik a világ, és szerintem nagyon-nagyon nehéz a gyerekek figyelmét lekötni. Hát először is minden nagyon gyors kell, hogy legyen. Tehát a színpadon egy pillanatra nem pihenhetek, tehát hogy van egy ilyen bizonyos energiaszint, ami alá nem lehet csökkenni. A dalok között nem lehet szüneteket tartani, tehát folyamatosan csinálni kell, zenélni, mondani, de hát azt gondolom, hogy ez egy 21. századi óvónén is pontosan tudja, hogy ezt így kell csinálni. Én tőlük tanultam, vagy lestem el igazából. Tehát, hogy ez igen nagyon fontos. Meg az is, hogy a gyerekeket minden olyan kütyű érdekli, ami ilyen tabletszerű, vagy érintőképernyő, és akkor én ugye ezt is behozom a koncertbe, tehát nálam van looper. Viszont nagyon nagy különbség, hogy én nem előre felvett dolgokat csinálok, hanem mindent helyben csinálok, és ez nagyon érdekli a gyerekeket, és ez például egy nagyon izgalmas dolog. Tehát ezzel mindenképpen meg lehet fogni a gyerekeket, le lehet kötni őket. Oda megyek a varázsdobozomhoz, megérintem, és elváltoztatom a hangomat. Szeretitek meghallgatni? Sziasztok, gyerekek! A saját gyerkőcök mennyire segítik úgy a munkát, hogy mely dalok kerüljenek aztán mondjuk hanghordozóra, és aztán mondjuk a színpadra? Tehát, hogy mennyire vannak otthon olyan cenzúrás helyzetben, hogy mondjuk szólnak a mamának, hogy ez nagyon jó, vagy ez nagyon rossz? Abszolút. Tehát ők az elsők, akiknek megmutatjuk ezzel. És valóban volt úgy, hogy azért dobtunk egy dalt, mert egyszer egyáltalán nem működött a gyerekeknél, és hopp, akkor megyünk le és csinálunk egy másikat. Tehát, hogy tényleg az van, hogy egyértelmű. Tehát, hogyha a gyerekeim elkezdenek rá táncolni, visszakérik, hogy 15-ször meg akarják hallgatni, akkor működik. Hogyha elkezdenek közben Lego darabokat tologatni, akkor nem érdekli, akkor másokat sem fog érdekelni. Úgyhogy ők az első rosta, abszolút. Szerinted miért nagyon fontos, hogy igényes gyermekelőadások, gyermekzene, egyáltalán gyermekeknek szóló produkció kerüljön eléjük?
Hát én azt gondolom, hogy a most már közel 20 éves pályámon erre törekedtem mindig is, hogy igényes dolgokat csináljak. Lehet, hogy pályám elején lehetett engem látni olyan nem élő produkciókban, ahol fél playback volt mondjuk a zene. Én ezt nem tagadom, vagy ilyesmi, de mondjuk az elmúlt 10-15 évben azt lehet mondani, hogy nem vállalok ilyesmit. Ha a tévébe bemegyek, akkor inkább bemegyek hajnali 5-kor egy hangbeállásra, hogy a reggel 8-kor kezdődő műsorban ne playbackeljek. Főleg, hogyha egy konyha díszletbe raknak bele. Tehát ez az egyik. Tehát, hogy szerintem az igényesség az a legeslegfontosabb. Tehát, hogy szerintem most dől el, mondjuk azt hiszem, hogy ők a Z-generáció. Tehát most dől el, hogy ők ebbe az irányba fognak-e haladni, vagy abba az irányba, mert ugye a tévé az rettentő sok mindent áraszt magából. Én azt gondolom, hogy 88%-ban vagy 90%-ban olyat, amit nem szabadna a gyerekeknek nézni, de mégis azt gondolom, hogy a média az a felület, ahol a gyerekeket el lehet érni, mert egy vidéken élő gyerekhez hogy tudok elérni, lehet, hogy csak egy évben tudok abban a városban koncertezni, lehet, hogy csak a tévécsatornán keresztül tudok eljutni. Tehát ezért nagyon fontosnak tartom, hogy megjelenjek bizonyos tévécsatornákon, de mindig is igényes produkcióval, tehát ez rettentő fontos a számomra. Játszva, tanítani, tanulni, ez lehet a mottód, ennek az előadásnak a mottója? Hát igen, ezt is mondhatjuk. Egyébként meg szerintem teljesen mindegy, hogy a tematika ABC-vel kapcsolatos, vagy bármi mással. Nagyon fontos, hogy a gyerekek a játék közben rettentő sokat tudnak tanulni, szívja az agyuk, mint szivacsként az információkat, mert nem veszik észre, hogy tanulnak, és szerintem ez a kulcs a játék mindenképpen. Ezzel befejeződött a publikum mára. Munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Legközelebb egy hét múlva, pénteken este 6 órakor találkozunk itt újra a Vásárhelyi Televízióban. Akkor is számítunk Önökre. Viszontlátásra!